Nem csoda, hogy egyesek természetfeletti erővel ruházzák fel a baglyokat itt Afrikában. Valóban akadnak baglyok, amelyek látszólag földön kívüli képességekkel bírnak. Némelyik bagoly még a legsötétebb vízből is felkapja a halat. Mi emberek nem látunk mást, csak a felszín tükröződését. Az afrikai halászbagoly éles szeme azonban zsákmány után kutat a vízben. A hímbagoly kivárja a megfelelő pillanatot ahhoz, hogy lecsaphasson a halra. Sikeres vadász azonban szerető apa is egyben. Zsákmányát elviszi a tojónak. Szertartásos körülmények között megeteti a párját. Ez a cselekmény megerősíti a kötődést a pár között. És jelzi a hím párosodási szándékát. Az afrikai halászbagoly az éjszakai víz alatti vadászat specialistája. Az afrikai szavanna egét azonban egy sokkal kevésbé válogatós ragadozó uralja. A dőrszerű karmokkal és a húsz szaggatására alkalmas csőrrel felfegyverzett fogföldi uhú a baglyok összes félelmetes tulajdonságát megtestesíti. A fogföldi uhú kedvenc tápláléka a szirtiborz. A szirtiborzok fővédelmi eszközei az éberség és a sziklába kapaszkodó párnás tappancsok. A szirtiborzok a veszély legkisebb jelére elfutnak a rejtek helyükre. Ám a legéberebb szirtiborzot is rá lehet szedni. Néha ugyanis nincs elég idő elbújni olyasmi elől, aminek a közelettét látni sem lehet. A létért való, szűnni nem akaró küzdelem során a természet az erőt és a ravasságot jutalmazza. A fogföldi uhú az egyik legtermetesebb és legvadabb afrikai bagoly. A méret és az izomerő teszi nagyjá. Más baglyok azonban az alkalmazkodás képességével értek el sikereket az evolúció során. Bár városaink és falvaink megváltoztatták a baglyok élőhelyét, egyes fajok, például a macskabagoly, az általunk nyújtott lehetőségeket is kihasználják. Baglyok mindig a közelünkben éltek, csak mostanában kezdjük nagyra értékelni őket. A szellemvilág vadászait a halállal és a végzettel hoztuk összefüggésbe, és természetfeletti lényeknek tartottuk őket.
Kísérteties hangjuk az ismeretlentől való félelmet váltja ki belőlünk. A tények nyomán azonban egy olyan állatképe rajzolódik ki előttünk, amely a képzeletnél is sokkal csodálatosabb. A természet a létért való küzdelem során páratlan képességű ragadozókat alkotott. Fantasztikus! Fegyvereik a különleges tulajdonságaik. Hűha! És alkalmazkodni tudnak földünk szinte bármely vidékéhez. Hát nem csodálatos? Ők a baglyok, az ég bajnokai.